Fehér Attila vagyok, és ez a hosszú kanyargós út biciklis kiállítás. A kiállítás a 20. század egyik legnagyobb zenekarának, a zene legendájának, a biciklis együttesnek állít emléket. A látogató a kiállításon láthatja az együttesről készült videókat, megtekinteti, átlapozhatja, elolvashatja az együttesről a 70-es és a 80-as években írott újságcikkeket, láthat ruhákat, posztereket, könyveket. Kiállításon több fotóalbumban több mint 800 fotó látható az együttes különböző időszakáról, ezzel is végig viszi a látogatót az együttes történetén. A kiállításon látható és megtekinthető az együttes 1963 és 1970 között készített és kiadott, hivatalosan kiadott összes nagylemeze. Nagylemezek természetesen meg is hallgathatóak, hiszen a kiállításon bakelit lemezjátszó is található. Az együttes történetén a falon elhelyezett tablók és az azon kirakott ismertetők mutatják be. Az itt látható lemezek különböző országokban kerültek kiadásra, úgy mint Amerika, Németország, Franciaország, Olaszország, Románia, Szovjetunió, Ukrajna, Uruguay és Magyarország. Láthatóak hangszermakettek, meghallgathatóak és megtekinthetőek az együttes feloszlása után a tagok által készített szólólemezek, Magyarországon és Angliában kiadott könyvek, akinek sok ideje van, az nyugodtan átlapozhatja, beleolvashat, hogy minél többet megtudjon az együttesről. Továbbá láthatóak különböző ajándéktárgyak, magnókazetták, szemüveg, bélyegek, gitárpengetők, kártyák, a Falon Ringo Starr koncertjének a jegye és Paul McCartney koncert egy belépője. A kiállítás a fiatalokkal megismerteti, az idősebbekkel pedig emlékezik arra az időre, amikor a Beatles együttes a legnagyobb zenekar volt.